Sziasztok! Néhány hete már legeltetjük itt a bálákat a területen. Ez ugye az a tábla, ahol ott a háttérben nő az ámorakát, és itt beszéltünk arról, hogy szükségünk van a tápanyagszint és a vízszázhatás javítására, ezért bálát fogunk legeltetni. Ez a bála, ami mellett állunk, ez a legelső bála. Ezek réti szénák itt, ez a kettő. Itt közben a háttérben voltak a lucerna bálák. Egyrészt lehet látni azt, hogy milyen törmelékmennyiséget hagynak. Nagyjából ez az, amire számítanunk lehet. Ha káros egy időben ennél jelentősen több lesz, illetve hogyha fűszénát etetünk, akkor egy kicsit kevesebb, mert ugyan a leveleit nagyon szeretik, de magát a szárát nem annyira, tehát ezt kiválogatják. Hogy mit tesznek meg, sok mindentől függ, attól is, hogy ők milyen állapotban vannak éppen, meg attól is, hogy milyen az időjárás. Most itt nem arra gondoltam, hogy ha sáros az idő, akkor jobban belekapostják a dolgokat, de például a magasabb lignin tartalmú, magasabb host tartalmú takarmányoknak a fermentálása több főt termel, ezért, hogyha nagyon fáznak, akkor hajlamosak arra, hogy a tápanyagban egyébként sokkal rosszabb minőségű felvénült szénákat, vagy akár a bokrok ágait rákcsálják, mert az meleget termel a gyomrukban, és fáznak, tehát ez egy jó érzés nekik, hogy meleg van. De időszaktól is függ, most itt például, hogyha megnézitek a letényt, akkor úgy tűnik, hogy elég jó fehérre felkámú takarmányt kapnak most. Ez volt a legelső bál, amit kitettünk, és ezt eszik. Eddig hozzá sem nyúltak, és végül is ezért álltam meg most elővenni a kamerát. Hozzá sem nyúltak eddig, mert nem erre az összetételre volt szükségük. Nem arról van szó, hogy a többiek elverték őt a lucerna báláról. Egyébként most van éppen, amiből tudnak enni lucerna bála, felbontva talán 4 darab, és akkor van ez a 3 széna, és most kezdték el ezt enni, most lett olyan a tápanyagigényük, hogy ez jobban fedi. A tehén ebben elég jó, hogyha megadjuk neki a lehetőséget, akkor ő összeválogatja magának azt, hogy mire is van szüksége, hogy mit tegyen, mikor. Ő itt lámpás, neki az a speciális tulajdonsága van, hogyha oda jön hozzánk, és nem simogatjuk meg kielégítően, akkor amikor elfordulunk, akkor segbe szúr. Ha tetszett ez a kis bejelentkezés, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, meg a lájkot, találkozunk legközelebb. Sziasztok!